Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban a 30 éves fennállását ünneplő Vásárhelyi Pál iskola alapítója, nyugalmazott igazgatója Császár Ciril, és Vaselyzen Ábel, az intézmény drámapedagógusa lesz a vendégünk. Ezután megmutatjuk, milyen interaktív programokkal ismertetik meg az állatokat a gyerekekkel a különböző állatkertekben. Végezetül pedig láthatják, milyen nehéz kérdésekkel kellett megbirkózniuk a kecskeméti papoknak és lelkészeknek a Szólj be a papnak elnevezésű rendezvényen. Tartsanak velünk! Harminc éves fennállását ünnepelte csütörtökön a Vásárhelyi Pál általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk az iskola alapító igazgatójával, nyugalmazott igazgatóval, Császár Cirillel, illetve Vaselyzen Ábel drámapedagógussal, aki ugye tegnapi ünnepség szervezésében vett részt. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Jó estét, jó estét kívánok! 30 éves lett a Vásárhelyi, ez is eljött. Gyorsan eltelt ez a 30 év? Én rákérdeztem a gyerekekre, nem tévedtetek? Hát sajnos igen. Valóban 30 éves az intézmény, és ha visszagondolok, hát 40 éves fiatalemberként kezdtem el ott a munkát. Egy olyan területen, ahol szőlők és káposztaföldek voltak, nem is olyan régen, de annyira dinamikusan fejlődött a telekosztások miatt a Petőfi város térsége, hogy nem volt kétséges, hogy oda egy iskolát kell építeni. Hozzáteszem, hogy a város új általános iskolát ismertem szerint azóta se épített. Önnek ez az életmű is, hiszen 20 éven át vezette tulajdonképpen, azt hiszem, az intézményt, ha én jól tudom. Emlékezzünk vissza egy kicsit a kezdetekre, hiszen 1989-ben adták át ezt az intézményt. Akkor mi indokolta a létrehozását, milyen célokkal jött létre, milyen célkitűzésekkel, indokokkal? Hát a létét mindenképpen az indokolta, hogy a városban óriási zsúfoltság volt. Nem volt demográfiai csúcs, de olyan szűkös férőhelyi kapacitásra rendelkezett a város, hogy nem lehetett megkerülni, hogy mindenképpen kell egy új intézményt építeni. És felvetődik, hogy hova. Ahogyan ránéztünk az akkori város térképre, akkor egyértelműen látszott, hogy ez a térség egy dinamikus fejlődés előtt áll. És valóban, ha ma rátekintünk erre a térképre, tulajdonképpen az autópálya zárja le azt a gyűrűt, ahol ez a városrész vélhetőleg még mindig tovább fog bővülni, és meggyőződésem, hogy ez az iskola is hamarosan kicsi lesz. Közben láthatnak egyébként a nézők egy összeállítást korábbi képekből a Vásárhelyéről, egészen azt gondolom mostani képekig is. Akkor hány gyerekkel indult ez az intézmény, és most körülbelül hányan vannak egyébként? Nem volt egyszerű a beiskolázás, mert egy új iskolának ugye gyakorlatilag toborozni kellett a tanulói ifjúságot. És azt kell mondanom, hogy sikeres volt. 450 tanulót tudtunk szeptemberben fogadni, úgy, hogy kimenő 8. osztályunk nyilvánvaló nem lehetett. Én ezzel akkor nagyon elégedett voltam. Mostani 800-as fős létszám, hát bizony eléggé feszegeti az iskola fizikai kereteit, és úgy érzem, hogy zsúfolt az intézmény. Beszéljünk a nevéről is egy kicsit, hiszen Vásárhelyi Pál általános iskola, de ezt én magam sem tudtam, hogy hogyan kapta ezt a nevet az intézmény. Igen, ez egy érdekes történet. Akkor még Lestár Péternek, a város kiemelkedő polgármesterének nem volt neve. Én nagyon szimpatizáltam az ő munkásságával, és arra gondoltam, hogy legyen ő. A városrész meghatározó embere, és a város vezetésnek is egyúttal meghatározó embere volt Benkó Zoltán, akivel egyébként jó kapcsolatot ápoltunk, de ebben a vonatkozásban nem értettünk egyet egymással. Ő Vásárhelyi Pált rettentően tisztelte, és azt mondta, hogy már pedig itt az legyen.
Hát nem volt vele célszerű tulajdonképpen, bocsánatot kifejezésért újat húzni, mert azt tudtuk, hogy a vízművállalat egy fontos mecénása lesz az új iskolának. És akkor csupán egy kérdésem volt, hogy itt a homok a puszta közepén, mert akkor még az a térség úgy nézett ki, mit kezdjek a reformkor kiváló mérnökével? És mondtam, hogy akkor csináljuk azt, hogy találjuk a Tisza partján egy emlékhelyet. Azt mondta, hogy csak adálya, hisz a vízmű Tiszakécskénél birtokol egy területet közvetlenül a Tisza töltésénél, és kértem, hogy akkor helyezzünk el ott egy kopjafát. Ez megvalósult, méghozzá nem is akárhogyan, mert akkor csak egy kopjafa ragot ismertem, bármennyire is meglepő, őt Buda Ferencnek hívták, a ismert Kossuth Díjas költőt. Buda Feri nagyon készséges volt, kiválasztotta a megfelelő anyagot, és hál' Istennek azóta is minden évben a vásárhelyi iskolások tisztelete az iskolavezetésnek a kis elsősökkel kivonul, és a névadónak megadják a tiszteletet. Kezdeti nehézségek voltak egyébként így, akár a tervezés, építkezés, ugye említette, hogy egy induló iskolában a diákok megszerzése sem egyszerű dolog, de mi az, amire még hát érdemes visszaemlékezni? A tartalmi oldalról a nehézség az, hogy milyen programban induljunk. Nyilvánvaló, azzal nem sok gyereket lehet vonzáv erőbe behozni, hogyha én nem nyújtok semmivel se többet, mint a partnerintézmények. Ezért választottam olyan kollégákat, akik valami plusz tudtak. Így lett a diákszínjátszás, így lett a tánc, a néptánc, a kiváló testnevelő kollégák, és nagyon sok idegen nyelvet tudó pedagógus került a vásárhelyi iskolához. Ezzel egy széles választékot tudtunk biztosítani, beleértve a képességfejlesztő pedagógiát, akkor ugyan ide tartozik az óvodaiskola program, amit nyilván sokan tudnak. Nehézség ott keletkezett, hogy a gyerekek egy részétől az intézmények, a kecskeméti általános iskolák meg akartak szabadulni, mert kis kutyaütő kölkök voltak, akik egymagukba tönkretették egy-egy osztály életét. Én ezt megelőzendő egy ilyen jelentkezési lapot sokszorosítottam, azt gondoltam, hogy ez így jó, majd ezen tudnak jelentkezni. Néhány élelmes igazgatókérlék azt már akkor le tudta fénymásolni, és oda nyomta a kedves szülőknek, hogy itt van ez az iskola, nagyon jó iskola, tessék ott folytatni a tanulmányait, egyébként nem fog megbukni a gyerek évvégén, de ott. És így bizony nekünk néhány felsőtagozatos osztályban 2-3 olyan vásott gyermeket sikerült fogadnunk, akik, hadd mondjam, hogy azóta is a legrajongottabb hívei a vásárhelyi iskolának, úgyhogy így meg kell mondanom, hogy az, ami akkor rosszul esett, ma bizony nagyon sok kellemes pillanat jelent számomra. Fogunk még visszaemlékezni a kezdetekre, de beszéljünk egy kicsit a mostani pedagógiáról is. Milyen alapokat visz tovább a vásárhelyi iskola tantestülete most, milyen alapokra épít, és milyen nevelő, oktató-nevelő munka folyik jelenleg az intézményben, mire helyezik a hangsúlyt? A Vásárhelyi Pál Általános Iskola az egy nagy szellemi bázis, és én nekem abban a megtiszteltetésben van részem, hogy amikor elkezdtem a pályámat a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában, akkor még szinte minden alapító tag jelen volt az iskolában, és őtőlük egy olyan hagyományt kaphattunk át, ami egyrészt nagy felelősség és nagy kihívás is, és nagy megtiszteltetés is, hogy ebben részt vehetünk, és együtt dolgozhattunk velük, és azt a szellemiséget, amit az alapítók ránk hagytak, azt vihetjük tovább. A 30 éves jubileumunknak van egy gyönyörű szép mottója, ami úgy hangzik, hogy 30 év érted. Érted, aki velünk vagy minden nap, érted, akit tanítunk, nevelünk, szeretgetünk, és érted, akinek Kazinczy Ferenc gondolatait is tolmácsoljuk napról napra, jót s jól. Tolmácsoljuk ezt egy kicsit magunknak is, ha jót teszünk, s jól teszünk, akkor boldogabb lesz a világunk, boldogabbak leszünk minden nap.
ugye drámapedagógusként is érkezett ide a stúdióba. Egy kicsit beszéljünk akkor erről is, hogy hogyan zajlik a Vásárhelyében a tehetséggondozás, akár ezen a területen, akár más területeken, mert ez az egyik, amire a hangsúlyt fektetik, ha jól tudom. Így van. A Vásárhelyi Pál Általános Iskolában nagyon, nagyon sok szinten zajlik tehetséggondozás. A 30 éves jubileumunk kapcsán most egy nagy közös produkciót hoztunk létre. Úgy próbáltuk meg fölfűzni a 30 éves jubileumi gálánkat, hogy abban az iskolánk minden kincse megjelenjen, és minden tehetség területe megjelenjen. Ez egy nagy közös munka, amiben gyerekek és kollégák is együtt dolgozunk, tehát itt most 800-an kellene, hogy üljünk ezen a széken, hogy beszámoljunk arról, hogy mi minden történt. Mert egy ilyen gálaműsornak az megszervezésétől kezdve a megvalósításáig nagyon sok része van. Meg kell említenem mindenképpen Kormányos Némakai Esztert, aki a drámapedagógiát megalapította a Vásárhelyiben, és az ő örökségét vihetem tovább. És arra gondoltunk, hogy egy olyan darabot szeretnénk létrehozni, egy olyan produkciót szeretnénk létrehozni, amit a kiváló kórusunkkal, amelynek a vezetője Vamzer Gabriella, ővele együtt valósíthattunk meg, és egy olyan darabot kerestünk, aminek olyan mondani valója van, ami mind a gyerekek számára, mind a nézők számára is élményt nyújt, és valamit tanít. Egy kicsit így a vége felé közeledve a beszélgetésünkhöz, beszéljünk még arról, hogy mi az, ami megalapozta önök szerint a Vásárhelyének a szellemiségét, és mi a Vásárhelyiségnek az eszméje? Aki oda jár, az milyen ember lesz, milyen ember legyen, milyennek kellene lennie, ha egy ilyen eszmei hátteret meg kellene fogalmazni? És ezt mind a kettőjüktől kérdezem így zárásként. Én úgy képzelem el, hogy a Vásárhelyi diák önmaga legyen. Tehát vallottuk mindig is, hogy egy iskolának az a feladata, hogy a gyerekbe rejlő tehetséget próbálja meg feltárni. Ehhez sokszínű iskola kell. És amit a kollégák ma is csinálnak, ennek a sokszínűségnek a teljes kibontakozása. Ezért van a művészeti műhely, ezért vannak a különböző sport és testnevelési területek, de a tánc, a idegen nyelv, informatika, mindegyiknek megvan a maga szabadidős területe is, ahol túlmenően az iskolai hagyományos órák kereten tovább tud fejlődni a gyermek. Nagyon sokat tesznek a kollégák azért, és ezt nap mint nap látom, olvasom, hogy rengeteget versenyeztetik a gyerekeket. Ezek a felkészülés során hihetetlen mennyiségű információ többlethez jutnak, és nem beszélve olyan sikerélményhez, ami ez az iskola eddigi eredményei méltán adják a hírnevet. Ábel? Csatlakozni szeretnék igazgató úrhoz, és nagyon-nagyon hiszünk abban, és azt gondolom mindannyiunk nevében mondhatom a Karácsony Sándori gondolatot, hogy az embert az az egy valami érdekli, hogy élünk és meghalunk, és hogy mi végre élünk. És erre a mi végre élünkre keressük a választ minden nap, mind diákok, mind pedagógusok, mind kollégák, és hogyha minden nap erre keressük a választ, akkor minden nap egyre közelebb kerülünk hozzá. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszámoltak a nézőknek mindenről. Mi is köszönjük szépen. Tapasztalatcsere, jól bevált módszerek, élmények és eredmények, valamint oktatás, ezek azok a témák, amik a legjobban jellemzik a ZOO pedagógiai konferenciákat, melynek idén Kecskemét lehetett a házigazdája. A háromnapos eseményen a Magyar Állatkertek Szövetsége állatkertjeinek és vadasparkjainak ZOO pedagógusai és munkatársai vesznek részt. 13 állatkert és vadaspark zoopedagógusai és munkatársai számoltak be tegnap és ma az elmúlt egy éves tevékenységükről az Országos Zoopedagógiai Konferencián. Az esemény megrendezésére idén a Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. Kapott lehetőséget. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 éves munkánk, aminek koncepciójában benne van az is, hogy nem csak külsőleg fejlesztünk, nem csak látványilag, hanem tematikában, programokban és zoopedagógiai programokban is fejlesztünk, ez beérett,
és így a Magyar Állatkertek Szövetsége úgy döntött, hogy látva a munkánkat, most az idén minket bíz meg azzal, hogy rendezzük meg az zoopedagógiai konferenciát. A színvonalas konferenciára még az országon túlról is érkezett érdeklődő. A marosvásárhelyi állatkert biológusa elmondta, mit profitál már évek óta ezeken az eseményeken. Egyrészt az emberi kapcsolatokat, amiket tudok építeni és tudok ismerkedni, továbbá tárgyi információkat, illetve ötleteket arra, hogy melyek azok a programok vagy programelemek, amelyeket mi is otthoni állatkertünkben meg tudunk valósítani. A tapasztalatcsere, az eredmények, illetve az élmények megosztása mellett a konferencia legfőbb célja az oktatás. Az állatkertetnek ugye az egyik legfontosabb feladat az oktatás. Mindenképp azt gondolom, hogy hiúábra lenne azt gondolom, hogy állatkert fajokat fog megmenteni, vagy a földnek a természetfélt vízre tudna állítani olyanra, milyen volt. És azt gondolom, hogy ha elkezdünk oktatni a következő generációkat, természettudatosabbá tesszük, akkor azt gondolom, mindenképp jó úton járunk a felé, hogy a világ és a gondolkodás egy kicsit megváltozzon. Az oktatás egyik része az ismeretterjesztő táblák kihelyezésével valósul meg. Egy apuka kijön a gyermekével az állatkertbe, és ha egy megfelelő információs táblarendszer van kialakítva, ami szinte rész az oktatási munkánknak, akkor tulajdonképpen a gyereknek az állandó kérdésével, hiszen a kisgyereke van, tudja, hogy a gyereknek a legfontosabb feladat az, hogy kérdez, unásig, és ugye apuka vagy anyuka rá van szólítva arra, hogy válaszokat adjon. Na most a válaszokat ugye lehet egy alapintelligenciából adni, de ugye nem mindenkinek van biológiából azért magas szintű ismerete, az ugye puskázik a táblákról. Ugye a táblákon pedig ugye fel van a tüntetve egy csomó érdekesség az állatról. A táblákon lévő szöveg direkt úgy van kialakítva, hogy a gyerekek leggyakrabban feltett kérdéseire válaszoljanak. A leírt információk azonban nem csak a gyerekek, hanem a szülők számára is jelenthetnek újdonságot, így az állatkert az egész családot taníthatja. Az oktatásnak azonban ez csak az egyik területe. Az intézmények különböző rendezvényekre is kitelepülnek, ahol felhívják a figyelmet egy-egy természetvédelmi állatcsoportokkal és állatfajokkal kapcsolatos problémára. Ezeken az eseményeken a legjobb célközönség a gyerek. Veprik Róbert úgy gondolja, hogy a legkisebbeket kell megtanítaniuk arra, hogy ne dobják el a szemetet, próbáljanak környezettudatosak lenni, zárják el a csapot, ha nincs rá szükség, kapcsolják le a lámpát, ha elmennek otthonról. A gyerekek a megszerzett ismeretek által a szülőket is próbálják befolyásolni, így az idősebbekhez is eljut az az információ, amit az állatkertek kommunikálnak. Az idei eseményen a kecskeméti szervezők a helyi viszonyok bemutatását is előtérbe helyezték. Részt vesznek a Kiskunsági Nemzeti Parknak a munkatársai a konferencián, és ők bemutatják, hogy a Nemzeti Park milyen pedagógiai munkát végez. Az interaktív konferencia holnap az Alföld kis sivatagának megtekintésével, a Fülöpházi homokbuckákkal zárul, de a résztvevők az itt töltött idő alatt betekintést nyerhettek a kecskeméti vadaskertbe és városunk nevezetességeibe is. Három órán keresztül kellett a legnehezebb kérdésekre is válaszolnia öt kecskeméti papnak és lelkésznek szerdán este. Az első alkalommal megrendezett Szólj be a papnak vita délutánon, a kínos kérdések ellenére is sok volt a kacaj. Még a földön is nehezen találtak külőhelyet azok, akik szerdán este az első Szólj be a papnak beszélgetésre ellátogattak Kecskeméten. A belváros egyik trendi éttermében megrendezett eseményen záporoztak a nem mindig kellemes kérdések, melyekkel az érdeklődők a keresztény papokat és lelkészeket igyekeztek zavarba hozni. Jól megfizetik a lelkészeket? Látod, hogy a fiatalok hogy állnak az egyházhoz, az Istenhez? Lehet őket befolyásolni, motiválni bármilyen pénzzel, vagy egyáltalán anyagiakkal? Volt, aki a Biblia tanainak ellentmondásait igyekezett helyre tenni a papok segítségével. Ugye ez van a kérdésem, hogy mit tudnak elolvasni. De akadt olyan is, aki rövidnek találta a Bibliát, de legalábbis keveselte az evangéliumokat. Négy evangélista, Máté, Lukás, János. És ebből hát János a Jézus tanítvány volt, Máté talán, a másik kettő egyáltalán nem biztos, hol van a többi tanítványok. Ők nem írtak Jézusról könyveket, vagy nem emlékeztek, de miért ezek kerültek a Bibliához? Fecák László görög katolikus pap, Hatházi Robert római katolikus pap, Kis János evangélikus lelkész, Kuti József református lelkész és Mikael Sámuel a baptista gyülekezet lelkésze igyekezett minden kérdésre válaszolni a Kecskeméten rendhagyónak számító beszélgetésen.
Isten szolgái gyakorlatilag minden kérdésre képesek voltak választ adni, ráadásul nem egyszer a gonosz kérdések ellenére megnevettették a közönséget vicces gondolatfűzéreikkel. Az első szólyba a papnak eseményt még az interneten is követték az érdeklődők. A kezdeményezést Pap Attila Gyula keltette életre a híres városban egy egyszerű ötlettől vezérelve. Egyszer egy álmos őszi éjszakán elkezdtem görgetni a Facebookot, és láttam, hogy van szólyba a papnak, és nem hogy papok ültek a kocsmasztalnál, hanem püspökök. És úgy gondoltam, hogy ez egy olyan jó kezdeményezés, hogy hát Kecskemétre is kellene ezt elhozni, és ráírtam a szólyba a papnak Facebook oldalra, hogy mit kell tennem azért, hogy itt legyen ez a rendezvény, és azt mondta, hát csináld meg. És most itt vagyunk. Hát ebből az alapötletből ma már látjuk, hogy mi sült ki. Gyakorlatilag nem férnek be az emberek erre a helyre, ahol most éppen, hát ha jól számoltam, 5 pap vagy lelkész próbál válaszolgatni. Mennyire volt könnyű a lelkészeket és papokat összeverbuválni erre az eseményre? Mennyire álltak szívesen kötelnek? Nagyon meglepő lesz, elképesztően könnyen. Tehát én azt hittem, hogy sok körös telefonálás, meg hogy miről szól, ez mindenki első szóra nagy örömmel fogadta erre a felkérést. Nem csak Kecskeméten repkedtek a kemény kérdések. Pap Attila Gyula stábunknak elárulta, számított arra, hogy a papoknak és lelkészeknek nem lesz könnyű dolga. Az emberek kíváncsiak, és amikor nem mennek el a templomba, talán előítéleteik miatt, akkor ide szívesebben eljönnek egy kocsmába, és itt felmerik tenni azokat a kérdéseket, amik nyomják az emberek szívét. Szerinted miért jó mondjuk egy egyházi felekezetnek az, hogy a papja vagy lelkésze itt kénytelen válaszolni, akár kínos kérdésekre is? Bemutatják magukat, hogy ők is emberek, nem csak palástban lehet őket látni. Az előítéleteket lerombolják. Hogy végül egy-egy kérdésen és az egész rendezvénnyel pontosan kinyert, Isten tudja. Az azonban biztos, hogy szerdán este 3 órán keresztül állták a sarat a meghívott lelkészek és papok, de kérdés maradt még jócskán. A szervezők elárulták, ez nem baj, hiszen szeretnének a Szólj be a papnak vita délutánokkal rendszeresen, legalább havonta jelentkezni. Az azonban lehetséges, hogy a következő eseménynek már nagyobb helyet kell keresni. Kedves nézőink, a híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. ...2021-ben kezdődik el a Kecskeméti Katona József Színház épületének teljes felújítása. 2 évre a társulat elköltözik a színházból, de nem hagyja magára a kecskeméti közönséget. Egy az egyben vissza fogják építeni a lebontásra ítélt virágablakos házat. A csütörtöki közgyűlés arról döntött, hogy a statikailag hibás épületet bontás után az eredeti szerint építsék vissza. Összefogás alakult ki Kecskeméten annak érdekében, hogy minden hibás köztéri lámpáról időben érkezzen bejelentés. A jelzésekre az önkormányzati képviselőknél, a szolgáltatónál és a híres.hu hírportálon is van lehetőség. Megújul a Volt Centrum áruház környéke, és egy új 4-csoportos bölcsöde megépítésére is pályázik Kecskemét. Egészséges baba a kórház csecsemőmentő inkubátorában hagyott kislány, akinek az újszülött osztály munkatársai a Hajnal Fanni nevet adták. A gyermekért még jelentkezhet édesanyja, de már csak jogi úton kaphatja vissza. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk minden nap. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!